Bemutatónak indult, mégis éles bevetés lett belőle. Beborult a Velencei tóba egy vitorlás, a hajót és annak vezetőjét a vízirendőrök segítették partra. Ez a fiúcska egy vitorlás versenyző, aki meg volt beszélve, hogy bele fog borulni egy vitorlással a vízbe, de hát ez a vitorlás ez olyan hajó volt, amiben ő is a mai napon ült először. Az elmúlt két hétben háromszor kellett az egyenruhásoknak hasonló szituációban helytállniuk. Ez a szám ugyan kevesebb az elmúlt év hasonló időszakához képest, de az időjárás sem annyira szélsőséges, mint akkor. A cél természetesen ebben a szezonban is az, hogy senki ne kerüljön bajba. Ezért a Gárdonyi Rendőrkapitányság megerősített szolgálattal dolgozik egészen augusztus végéig. A járőrök kiemelt figyelmet fordítanak a bűn és baleset megelőzésre, és a bűncselekmények felderítése érdekében egy nyomozó osztállyal is kiegészülnek. A rendőrkapitányság szervezési állománytáblázata 101 fő. Ez a 101 fő még feltöltöttsége esetén is csak bajosan tudná a megnövekedett rendőri feladatokat ellátni, biztosítani. Ezért utalt erők, megerősítő erők rendőrkapitányságra történő vezénylésére van szükség. Az idei nyáron összesen 32 egyenruhás munkatárs fogja segíteni a tevékenységünket, a rendőri feladatokat. Az idei szezonban először a Fejér megyei rendőrfőkapitányság látja el a több éve működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság elnöki teendőit. A cél a Balaton és a Velencei tó mellett működő rendőrségek munkájának összehangolása. A négy megyének együtt kell működjön mindenféleképpen. Természetesen kiki a saját illetékességi területén továbbiakban is önálló hatáskörrel rendelkezik, de ez a koordinációs testület lehetőséget ad arra, hogy bizonyos ad-hoc feladatok esetén, újonnan jelentkező problémák esetén át tudjunk csoportosítani adott esetben akár erőket, személyi állomány tekintetében, akár bevont eszközök tekintetében is. A bizottság működésének első két heti tapasztalatai azt mutatják, hogy a Velencei tó partján csökkent a bűncselekmények és a balesetek száma. A balatoni régióval együtt azonban több autót loptak el, és több garázdaság is történt, mint tavaly, június elején.